10 nap, 10 kaland, 10 feladat. A mai nappal kezdetét veszi a megdermedve apa. Az eredmény a következőképpen néz ki. Miről is van szó, a megdermedve kupa az, ami miatt itt versengés van. Amit látjátok, gyerünk is, medvei kondaljárat mutattuk be. A megdermedve kupa, a győztes csapat ezt fogja megnyerni. A csapatok még nem tudják, milyen kis szép színes szütyőket kapnak, majd akarjuk rezefűvőket megkülönböztetni. Szóval minden nap, mind a 10 nap, 10 különböző kihívást kell mindegy csapatnak megugrania, ezeket kell nekik teljesíteni, és hát a végén egy pontozásos rendszerrel fog eldőlni, hogy ki nyeri meg ezt a kupát. Most a fiúk egyenlőre és a fiúk és lányok nyomják be fel a kaját az arcukba, néhány pálinkán már túl vannak, úgyhogy jó a hangulat. Én most ilyen bemegyek és elmondom nekik, hogy mi az, ami a holnapi program, és hogy fog kinézni az egész 10 nap, mert ők frankon nem tudnak semmit, de tényleg. Marco, Rebecca és a 70%-i kézgarderob szobájának a története látható jelenleg. Nem jó újság? Fáradt vagyok. Fáradt vagy? Igen, és sehogy nem állunk. És mit csinálsz? Várlak. Vársz? Na várj, odajövök. Szóval ne haragudjatok, de itt nagyon nagy a kupi jelenleg a garderob szobában. Meg hát itt a Broda csatornán amúgy még... Ez a szoba mondjuk úgy, hogy nem így nézett ki. Még a legelején. Hello! Én itt vagyok köntösbe, és éppen csomagolunk, pakolunk, most tele van, látjátok az egész garderob szoba mindennel, kis létrával, mert hogy holnap elindulunk Erdélybe. Annyira éreztem alatt, tényleg reggel felkeltem, és tudtam, hogy valami ilyen fog történni. Itt éppen fémeztem, itthon vagyok, és kaptam a Balcsótól, a Bálintól egy SMS-t, és nem értem. Szerintem fixen a Budapest lesz, csak ezt most így nem értem, hogy ezt így most vasárnap este 21 óra 36-kor, miért? Mindegy, azt hiszem, itthon van a Dominik, megkérdezem ő is, mert ez rólam, meg a Dominikról szól konkrétan, vagy most ezt tényleg nem értem. Na, sziasztok! Itt vagyok pakolás közben, fürdés után. Hulla fáradtan, igazából lassan le se fekszek aludni, mert mindjárt kell, nem is kell. De kaptam egy SMS-t drága német Bálint úrtól, és úgy gondoltam, hogy kamerán szeretném rögzíteni az idegbeteg állapotomat, hogy ezt majd ők is lássák, és ti is lássátok, hogy mi megy át most rajtam. Ugyanis kaptam egy olyan SMS-t, hogy 10 nap, 10 kaland, 10 feladat. A mai nappal kezdetét veszi a megdermedve kupa. Ez egy kicsit öregesre sikerült. Ez mennyire Bálint egyébként, nem? Megdermedve. Jó, csak hogy én holnap dolgozom. Az a legjobb az egészben. Annyira én meg tudom oldani. De hogy... Hogy ez most what the fuck? Hogy ez most mi? Majd utána ti vagytok az Életlen Bicska csapat, az első feladatotok, hogy holnap reggel induljatok el Székely-Szentkirályra. A többi információt útközben kapjátok meg. Székely-Szentkirályra. Azt sem tudom, hol van. Tehát nem értem az egészet, most ez a Budapest amúgy, vagy ez most mi lesz? Mert az az érdekes, hogy érted, nem, tehát, hogy nem az, hogy az van belírva, hogy a Budapest, hanem Szabi és Dominik. A kezdetét veszi a megdermedve kupa. Ez biztos a bányit találtak. Megdermedve. Igen, mert hogy megde... Úristen, nekem nem esett le. Rebecca és Bence, ti vagytok a sastojás csapat. Fogatlan már. Timi és kérdőjel. Köszi, hogy megosztáltak velem, hogy Timi és ugyan mégis ki. De kivel? De... Kajakról ezt így indulás előtt bekapok egy ilyen SMS-t. Úgyhogy most megpróbálom felhívni, és számon kérni, hogy ki a tököm az a három kérdőjel. Tehát, hogy amikor indulásra kapsz egy olyan SMS-t, hogy nem tudod, hogy kivel kell reggel elindulnod, ráadásul nagyon messze, Székely-Szentkirályra, hát nem is hallottam még róla soha, akkor azért mondjuk nem a legfelemelőbb érzés, így hisztis állapotban alapból sem. Megpróbálom. Azt írja. Reggel érkezik értetek az autó. Biztos, hogy a mi az a megder... Medve. Medve. Az mondom, hát az, hogy megdermedve kupa. Akkor gondolom jó ideg lesz. Jó, ez biztos, hogy a bányi találta ki.
Tűntök a fogatlan vámpír csapat. Az első feladatok, hogy holnap reggel induljatok el. Székely-Szentkirályra, az hol van? Várja, megkeresem. És azt akartam. Székely-Szent... Nekem azt adtak, hogy Hargita. Ezek itt van. Székely-Szentkirály falu Romániában. Ez a Bencének a szarja. Ez a... igen, valószínűleg, de jó. És kivel megyünk? Vagy ez most nem értem. Tehát, hogy oké, most bepakolhatunk meg innen, csak... Mennyi? Mit a többi információt ütközben kapjátok meg, de mikor indulunk? Tehát ezt most nem értem. Holnap én dolgozom. Tehát ez a legvészesebb az egészben. 10 nap, 10 kor, 10 feladat. Gyors 10 napot kér ki szabadságra. Cool. Köszi. Annyira jók ezek. Én hívtam mindenkit Erdélybe, nem értem a történetet, hogy most... Hát te sas tojás vagy innentől, mi a kérdés? Sas tojás és a megdermedve csapat. De hát akkor Rebekával közösen úgy néz ki, egy csapatban leszünk, mert hogy Bálint ezek szerint kieszelt valamit. Még szép, hogy egy csapatban leszünk, az elég gáz lenne, hogyha... Ez így van mondjuk. Nem egy hogyha nem. Lennénk. Úgyhogy csomagolunk, pakolunk, az biztos, hogy nagyon hideg lesz, ezt tudtuk eddig is. Úgyhogy elmentünk ma és vásároltunk elég sok téli ruhát. Jaja. Kaptál tőlem cuccokat. Kaptam bizony. Csak hogy ne fázzál meg. Úgyhogy tartsatok velünk, és irány Erdély! Amúgy itt laksz nálunk, vágod? Milyen nálunk? Mert kész, nálunk. Hát akkor itt. Inkább itt. Együtt lakunk, egy lakát, nem az, hogy nálunk. Na, elindultam, hajnalod hajnalám. Megtaláltam a titokzatos autót is, azt hiszem. Jó helyen járok? Jézusom, lecsúszott a kapuszín is. Szia! Ja. Jó helyen járok? Jó helyen jársz. Jaj! Szia! Hello. Mi már találkoztunk, László Patrik. Tényleg ilyen nem emlékszem. Az jó. Oké. Okay. Én vagyok a kérdőjel a napodban amúgy. Te is kaptál SMS-t? Igen, én is kaptam. Mi vagyunk az Életlen Bicska csapat egyébként. Oké, okay, mindent értek. A Bálint nem vette fel tegnap nekem a telefon, de most már értek mindent. Bálint, okay. Az még alszik szerintem. Hója! Oh, yeah. Na, reggel 7-6 környéke. Dominik most kellett, hogy jöttek értünk, úgyhogy megyünk. Akkor indulunk Székely-Szentkirályra? Székely-Szentkirályba, Erdélybe, mínusz 20 fokba. Az nagyon jó! Isten. Elő kellően felöltöztél, szörme bunda megvan. Bakancsom is. Bakancs is megvan, minden. Én sportcipőbe jöttem. Szevasztok, elindultunk Rebekával, itt vagyok, látjátok, Erdélybe. Álló! Az út elkezdődött, most jöttünk át a határon, nagyon-nagyon kevesen voltak, és ott elkezdődik a kis kalandunk. És elkezdjük forgatni a Budapest harmadik évadát. Bálint amúgy küldött egy SMS-t. Ezt akartam mondani, hogy ezt neked még nem olvastam fel, hogy mit kaptunk. Ó, várjál, jött még egy! A cél Székely-Szentkirály, a feladat, hogy jussatok el idáig. Három csapat versenyez egymással, útközben 5 részfeladatot kell teljesítenetek. 5-5? Azt a feladatokért pontokat kaptok, aki elsőként ér a szállásra Székely-Szentkirályon, előnyel indul a következő nap. Az tök jó, mivel mi jöttünk át utoljára a határon. Igen, ezt tudjuk, mert telefonon felhívtuk őket. Átértünk Romániába, itt vagyunk a Mordor szigetén. Készíts egy fotót Dracula költáblájával, ez az első feladat. Második. Hozd el magaddal Draculát. Jó, gondolom, valami szuvenírt kell venni. Harmadik. Tudjátok meg, hol írt a Petőfi Sándor az utolsó versét a legenda szerint? Haladjatok át a városon. Készítsetek fotót Tibódon a Bálint fogadó előtt. Azt az egoista. Érkezzetek meg a Katalin fogadóba, Székely-Szentkirályon, gyertek át a székely kapun és ígyatok egy pálinkát. Na, én a pálinkát értettem, a többit nem. A feladatokért pontokat kaptok. Aki elsőként ér a szállásra Székely-Szentkirályon, Székely-Szentkirályon előnyel indul a következő napon. Sofőr, tessék haladni, bármilyen nyelven, de induljál meg fele, mert én elhalok. Ez az, ez. Köszönjük szépen. Hogy értetek ide előbb, amikor mi vezettünk? A paribák! A paribák! Értetetlen számomra, tényleg. Esőbe, 130-al nyilván. Ez a pár nap, a lépnek, a lépnek. Sziasztok, hello! Gombócfej vagyok.
Csak mi vagyunk az Éretlen Bicskák, kis gombóc. Dracula gróf, itt van, nagyon csúnya. Dracula háza, itt van, Segesvár. De az nem lehet. Itt van. De itt kastélyt ír. Igen, az Brassóban van. A kastély. Hát hány háza van ennek a vámpírnak? Itt van, ez a Dracula tábor. Tábor? Tábla Dracula tábla. Te hol éltél eddig? Ne haragudj! Ha persze a deákot kéne megtalálni, csukott szemmel megtalálnám. GPS koordináták vannak, mondhatom? 46-21-97-0-E indulhatunk? Mi az, hogy itt nyugszik Dracula? Hát itt nyugszik, hát csak ki tudom, az a Dracula? Dracula az egy vámpír. Nem, egy mese? De annak van egy... Vámpirok nincsenek. Hol van? Akkor mondjad, hol van? Meg tudom, mindjárt mondom, hol? Pillanat. Egy pillanat. Romániába, Kárpát-medence, nem mondod. Maros megye. Amúgy... Ember, de hogy térkép. Itt nőttél fel, hogy hol van az az itt térkép, most tényleg? Térképen megnézem, hát most hol nézem meg máshol? Nincs olyan egy cikk. Várjál, de jó. Igen, fárasztó botfolyam. Titán mutatok Petőfi Sándorról egyáltalán? Igen. Tudod ki az? Tudom ki az. Jó, és akkor mi volt az utolsó verse? Na jó, várjál, akkor megkeresem Petőfi Sándor. Na nem már, egyszerre egy dolgot keres. Na jó. Én keresem a Petőfit, na, jó? Na akkor keresed azt, és akkor én keresem Draculát. Sárga, valami sárga. Sárgát nyom már rá. Fehérek vagyunk. Fényed. Fehérek vagyunk, ez annyira, fehér. Hogy... Most? Most. Én most sőt, vagyok. Sőt, bár, bár. Ötlet volt ez. Nem hiszem el, hogy szakad az eső. Fogtál, hogy tudod, hogy hol vagyunk amúgy? Persze. Most másztunk föl valahova. Nincs rendes út. Várjál, megmosom a cipőt. Na mindegy. Dominik, gyorsan gyere már. Szétázik a kamera, gyere. Nem esik az eső, arra jöttem rá. Ja. Egyáltalán most értünk meg fel. Meg vagyunk magasan. Itt vagyunk. Mi fog történni? Keressük a táblát. Megfulladok mindjárt. Kibugisztuk. Egyébként itt van, azt is megnézem, hogy néz ki. Úgyhogy keressük, és egy képet kell róla csinálni. Mi vagyunk az elsők vajon? Nem tudom. Remélem mi vagyunk az elsők, mert akkor holnap előnyel indulunk. Így néznek ki egyébként itt a házak meg a minden. Teljesen vizes lesz amúgy a kamerám. Hát már az, remélem nem fog elromlani. De hát... Jajjaj, óvatosan a... kapaszkodj bele, mert nem vagyok olyan stabil ezeket. Sarsolyás csapat! Jól néz ki egyébként minden. Firenze. Mi ez a Szentendrei gyerekek? Te meg akarsz ütni. Csakolázzam, majd várjál. Felfele, jó, mert... Menjünk lefele. Nincsen áll a képességem, jó? Lefele. Keressük most a... Amit keresünk? Az meg felejtem már. Dracula szobrát. Dracula kőtáblát keresünk. Jönnek, jönnek mögött. Hogy? Olyan vagy. Tudod, hogy nézel ki? Hogy? Én sem tudom. Van valaki a végén ennek az útnak. Menjünk erre? Ja. Gyerekek, mondom, hol vagyunk. Szét vagyunk ázva, kamerám is. Mit nem mondjak egyébként, jövünk már egy ideje. Látjátok, a kabátomban tiszta víz vagyok. Rebek a szegény teljesen feladta szívem. Mi újság? Élvezem ám. Igen? Annyira látszik, hogy nem. Itt van egy fogadó egyébként. Teljesen úgy néz ki, mint hogyha Olaszország vagy kis már. Utcába. Ott nem, Szamár, még nem vagyunk ott. Ott vagyunk. Mi az, hogy Szamár? De az nem az. Az az? Nem tudom. Jó napot, beszél magyarul? Kicsit. Hol találjuk meg a Draculának a tábláját? Itt van. Ez a. A portokál. Portokál? Oh, bine. Bine, mulțumesc. Mă, e bine. Unde e Dracula tablă? Nu, aici nu, aici, nu, că aici e școală. A, școală? Da, bine. Mulțumesc, bine. Eu merg. Opt școală. Hi! Hi! What's up? Nothing, and you? De várjál, akkor még ki sem vagytok első. Nem, jó, igen, meg.
Leütött szegény kislányt. Nem, nem akartam. De azt mondta, hogy narancssárga ház. Esküszöm olyan, mint hogyha egy középkori játékban lennénk. Én itt már jártam, szívem ott voltam. 11-es koromban, amikor hívtak az osztálytársaim, akik otthon maradtak. Osztálykirándulás volt, hogy 11. osztály volt, igen, hogy 9-es lett a magyar dolgozatom. Szuper, egy emlék hirtelen feltört belőlem. Alig látod amúgy. Alig látod, hogy az út végén vannak. És mi vagyunk, hogy léptem volna még a lépcsőt. Tanítok, hogy mi vagyunk az első Tomi. Már egyelőre. Ha jó, felemegyünk. Biztos, hogy felemegyünk. Megnézem a telóban mindjárt. Nem csalás, nem ámítás. Eljöttünk már mellette egyszer, ilyet igen, kiteltem. Nem néztük így a táblát. Az ítélőbizottság lássa. Nem CGI egyáltalán, úgyhogy ott van, ezt szerintem mi vittük, hát remélem legalábbis majd kiderül, mert megyünk a szállásra, ott is elsők akarunk lenni. Csak a sas tojás, ott vannak az életlenkések, minden inkább nem mondok semmit, a többi csapatársamat, vagyis hát a konkurenciámat nem akarom leszólni, ez van. Gitáros. Egy normálisan videóz van. Hát sem. Jelkezzük az emberünket. Diák lépcső. Ott vagyok most. Mondd, hogy jó felmegyünk. Nem tudom, Tomi. Honnan a rákból tudjam? What? Gyere, Timi! Ez komoly! Nem hiszem el! Jó, csináljunk vele egy képet! Vigyázz, merre itt az idióban! Na, ott a tábla! Menjünk innen a vérbe! Nem hiszem el! Milyen lájvak! Szerinted még kell forogja akkor most a kamera? Az eső vízből? Nem, szerinted most forog a... Így áll. Lehet? Így áll. Ez nem jött össze. Ez kaja... Ne így áll már! De miért? Nem hiszem el! Mert koszos a csatorna. Jó. Nézek, folyik mindjárt onnan a víz róla. Ez a pari nagyon para volt. Nem? Hallod ezeket a korhat kóró hangukat? Ez az? De az a durva, hogy kajakra azok a paramadarak, hallod? Meg a fény. Mi van ide írva? School on the hill. Ó, hát akkor... Várjál. Hát nem ad lesz. Beszkenned? Ezeket följöttünk valami nagyon para lépcsőn. Csak kiszakad a tüzöm. Pedig nem jutom el ezen. Nem tudom, srácok, hogy mennyire látjátok, hogy mennyire szakad az eső. Az első feladat, nem tudom, hogy nem. Itt van ezek, nem tudom, ez egy templom lehet, vagy hol van valami házat kell keresni. Várj, most elolvasom ezt az SMS-t, mert én se értem amúgy. Hú, csak már mennék innen. Hozzá magad a Drakulát, Drakula kőtáblája előtt. Kőtáblát kell keresni, ez kőtábla. Menjünk tovább, csak nem tudom videózni, úgy szakad az eső. Nézzük itt a fotót. Kiboldom a bányt fogadó előtt. Jó, az már majd a negyedik pont. Menjünk Dominik, tényleg, mert esküszöm, félek ettől a helytől. Király, várjál, el kell jönni? Megfagyom. Hát mit fagyom? Nem mindenkinek ott hangzom.
Én nem tudom, na. De most mi hova? Temető, hát kőtábla, nem? Ne, be akarsz menni a temetőbe? Az nagyon sok. Amúgy vágott kajak. Hát ez itt kissé para amúgy. Szerinted vélej talán? Hallod drágám, nem vagyok itthon. Nem voltam még itt. Én még Segesváron nem voltam. És hallottál róla? De, hallottam róla. Akkor? Jó van, most nem kell cikizzé. Nem is tudom, hogy miért cikizel. Mikor tudod jól, mikor tudod a tényeket, hogy én Szán Györgyi vagyok. Remélem a negyedik év volt Pestre. Tényleg itt voltunk. Mondtam. De amúgy futnunk kell, mert mi lettünk az elsők, azt vágod? Fut a halál, hát fussál! Ott Alin. Mit csináljunk, amíg menjünk tovább? Ja, hogy ez a régi iskola. Ez egy régi iskola. De vele, nagyon parák azok a madarak. Nézd meg azokat a madarakat. Beírod? Sajöttünk ezzel a lépcsőn amúgy. Vágom, veszünk egy szuvenírt, de most én rákerestem, esküszöm, nem bírtam tovább. Meg egy én is, és van egy millió izik. Hát tudom, egy csomót ott kiadott, ez a durva. Hát akkor most melyikre gondolhat? Itt írja 60 méter. Mert elvileg, nézd ide. Az a zöld cucc, a kamerával nézzük. Az a zöld cucc is valami drakulás valami volt. Jó, de itt minden az, hallod. Mekkorát kerültünk, ezt nem hiszem el. Na jó, hallod, Dominik, fixen most, lent vannak már többiek. De most ez a drakulás, ez a vámpíros drakula? Az. Nem. Ja nem. Hát. Ez a Vladimir drakul. Tudod, az a... Mutatok róla a képet mindjárt. Ja, akkor most nem a vámpírról. Ez nem az? Ne, ott van né. Hát ez egy jó. Jó, ez is, mert nem biztos, mert tuti van még ilyen kő. De ez az. Jó. Csinálj egy kicsit, gyere, milyen szó. De gyors, csinálj a képet. Ez fix az. Menjünk. Hallod, tudni mi vagyunk az utolsók, már fix. Szóval még az a feladat, hogy vigyük magunkkal a Drakulát, most hogy megvan a ház, csak már tényleg már teljesen ki vagyok készülve. Nem tudom, mit vegyünk. De nem, vegyünk egy szuvenírt, hogy valamit itt a boltba tudom. Vigyük azt. Nálam van euró, csak nem, tehát egy nagy pénz van nálam, nincs kicsi. Hát nem fogok 10 eurót fizetni. Dehogy is, holok. Ott ki a fasz, ez egy vámpír. Akkor jó az, drakulás. Na, menj, vigyük be azt, akkor... együtt meg. Meg víz is van. Jó, menjél. Halló. Szóval a többieknek biztos, hogy segítettek, mert mi tényleg előre fotottunk, hogy mi nyeljük meg, és nem fixen lent vannak, mert mindegy, vettünk egy drakulás bögrét. 5 euróért, és visszadott apróba. Azt szerinted be tudom majd váltani, amúgy lehet. Na mindegy, menjünk. Megvagyunk az első feladattal. Őrült, teljesen elásztunk. Tök igászunk, de tényleg. Ja. Viszont szerintem elsők lettünk, nem? Vagy? Hát nem tudom, mert ugye találkoztunk Timiékkel, de aztán őket elvesztettük, tehát nem tudjuk, hogy előttünk vagy mögöttünk voltak, vannak. Most a feladat szerint megyünk a Bálint fogadóhoz. Tibódra, ami innen kérlek szépen 50 percre van, tehát egy nem áll itt a szomszédban. Tényleg 50 percre van. Ja, ebből sok rájcok. Olyan ügyes vagy. Megmutatom! Én közben, mintha hullámvas utaznánk, úgy mozgatom a kamerát, de
Ne haragudjatok, nem bírom. Illetve és... ugye van még egy feladat, amit itt a kocsiban Igyez. Látom szívem, nyugodt, csipog a kocsi. És hogyha jött volna valami melletted? Jó. Tehát van még egy feladat egyébként ezen kívül, amit közben el tudunk intézni. Tehát vezetés közben találok, ugorom a telefonon. Igen, megpróbálok valami, nem tudom, gimbal kezű lánynak lenni. És valamit még akartam mondani. Az, hogy nem tudom. Majd, hogyha megvan a következő feladat, akkor szerintem... Milyen eddig egyébként szerinted? I don't like it egyelőre. Tehát mondjuk ez, az első az közre... Ja, tudom, mit akartam mondani. Azt akartam mondani, hogy képzeljétek el, hogy mire befejeztük a feladatot, addigra szinte elállt az eső. Tehát akkor esett a legjobban az eső, amikor megérkeztünk és elkezdtük a feladatot, úgyhogy... De... Ja. Hogyha végeztünk a következő feladattal, akkor majd jelentkezünk, ugye? Igen. Ebből is látszik, hogy amúgy nem olyan sok segítséget kapunk. Tehát, hogy ez így nem a beállított kategória. Tehát nem hülyeségből barangoltunk, és nem viccből tévedtünk el konkrétan fönt a kastélyba, vagy nem is tudom, hogy hol voltunk. Várjál. De az a lényeg, hogy most itt beszéltük Andrissal, hogy még nyerhetünk. Mert még... alapvetően a feladat még nem csak az, hogy szuvenírt hoztunk, nem csak az, hogy mi találtuk meg először, van képünk azzal a kockával, igen. És következő feladat az meg a Bálint fogadó, hogy valahol megyünk. Még előtte ki kell találnatok, hogy hol írt a Petőfi Sándor az utolsó verset. Hát gyors, megnézem Google-ba. Azt nézzétek meg, mert azt közben egy... Megnézed gyorsan? Na várjál, csak hogy azért veszem most ezt a videót föl, mert utolsókban lesznek az elsők. Tehát most Tibót fele megyünk. Vagy... Igen, Tibót fele. És ott meg fogunk állni a bármifogadó előtt, ott ki fogunk ugrani és fotózunk a helyen, és akkor megyünk tovább, ugye? De ugye azt mondjuk el, hogy szivatni lehet a többieket. Ezt akartam kérdezni, hogy lehet szivatni a többieket? Lehet szivatni. De akkor szivassuk be, hogy valamiért meg kell állnunk, hogy az egész brigád álljon meg, mert izé van. Hát hívjuk fel őket, hogy a kocsival valami történt, és meg kell állnunk, mert nem bírunk tovább menni, már csak egy pár kilométer. Jó, álljanak meg, nem tudom hol. És utána nekünk az, hogy a Katalin fogadóba kell elérkezni, és mi tovább megyünk. És mi ott hagyjuk őket? Ott hagyjuk őket. Jó, várj, fölhívom őket. Ennek az már de várjál, ne, ezt majd Tibornál játsszuk el. Utolsó verse? Ezt Tibornál játsszuk el, mikor már a végén vannak, hogy ja, Tibornál álljanak. Utolsó verse kell, hogy... Azt írja, hogy tudjátok meg, hol írt a Petőfi Sándor az utolsó versét a legenda szerint. Tehát nem amúgy, csak a legenda szerint. Csak a legenda szerint. Így van, az itt a környéken van. Tehát Segesvár után kell keresnünk egy várost. Mezőberényben írhatod. Ezt kellett keresni? Azt, igen. Nekünk Székely-Szentkirály még 17 perc. Várjatok már meg, mert valami para van a kocsiból szerintem, hogy nem tudom, hogy milyen hosszú. Lehet, hogy a turbója, vagy valami elszállt. Figyelj, megyünk. Megtaláltuk a Bálint fogadót, csak gyere. Nem értik, menjünk! Ki lesz? Bence, az fix ki lesz készülve. Itt vannak Timiék, Szabiék is itt voltak. Itt igen, itt is. Voltak, csak hát leléptek, mivel ők azt mondták, hogy elromlik az autójuk, és hamar várjuk be őket, ideértek, és igen. Felvették, hogy itt de vannak a Bálint fogadónál, és elhúztak. Azt beszéltük útközben, hogy hol tudjuk megszerelni a kocsit, meg hogy... Elvileg elszállt a turbó, meg ilyenek. Kiszáll, Szabi, kérdez, mi van? Mi történt? Azt mondja, nem tudom, várjál, izé megfordul. Na, haver, elfutottak Dominikkal, elsprinteltek és beültek a kocsiba és elmentek. De konkrétan full pólóban. Mindegy, csináljunk egy képet, ennél adjunk, mert én most már kezdem úgy ezt. Jé, Rebeka? Nem tudom fel, meg vagyunk, menjünk. Nagyon jó, mehetünk szerintem. Ugye ezt visszaadjuk nekik? Ugye visszaadjuk nekik valahogy? Hogyan adnánk vissza? De beszéljünk már majd meg valamit. Kitaláljuk, csak érjünk a szállásra, mert most nagyon-nagyon éhes. Yeah, yeah. Na, itt vagyunk. Nyertünk, Dominik, hallod? Semmi nem látszik belőle, nem baj. Ide jöttünk. Ez nem volt csalás.
Ez furfangosság. Ez csak pont furfangosság volt. Nem. Az más. A csalás az nem ilyen. Ez egy vagány dolog volt. Átvertük őket. Nagy, most nagy a kár. De nem mindegy. Igen, ők vagányok voltak, ők értek oda először a Dracula táblához. Ők vagányok voltunk, megcsináltuk ezt az egész tutit, jó? És miénk a legjobb hely itt a kajáddal, hogy csak mondom. Na, bementem az ABC-be, és megkérdeztem, hogy that's what's up, és idézem, majd megyek erről a kocsival, itten megfordulnak, és jobbra lesz egy híd, és nem sírülnek sem erre, hanem egyenesen kell menni, ezt mondtam. Mit csinálnak? Nem sírülünk sem erre. De azt jelenti, hogy nem fordulunk nem sem fordul, erre. Ne sírüljünk sem erre, itten forduljunk meg, azt mondták, hogy... Igazi szíva bárjuk. Szép egy idén még csak házi barackot ittam, úgyhogy ez most felődülés lesz. Uff, mondjuk betyár egy adag. Teljesen cukormentes. Ujj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 j
Előbb értünk ide, mint ők. Megértünk másodiknak! Másodikak lettünk! Bona, azok banánok, vagy mi? Nem, azok kukoricák. Jézusom! Banán, mit keresen kint esőben? Kukorica mit keres kint? Hát azt, hogy érlelődik. Kocsi, nagyon elromoldott a kocsi. Azt mondja Szabi, kiszáll, kérem Szabit, mire? Nem tudom, szerintem most fázok meg. Biztos neked volt ez a fantasztikus ötlet. Amúgy nem tudom, lehet. Menjünk be. Na, te itt vagy már 5 perc, amiket. Hány fokosra megkérdezhetem, köszönjük szépen. 52. Én nem köszönöm. Kaptam egy sálat. De az öltöz fel, gyere. Ez mi a nyakadon? Ki avizottál neked egyre? Ki van javítva? Most lett két repülő. Most két, nem, most két jobb repülőt. Te bolond vagy. Hagyjál már! Mutassuk meg a nézőknek a repülőket. Mutassd meg inkább azt. De az jó lett. Mutassd meg tényleg. Hallod? Mutasd már a tetkódat. Ezt én csináltam. De amúgy erre büszke is vagyok, ez nekem tetszik. Ez jó lesz. Ez kurva jó lesz. Én is csináltam, Svenzi van szavít miatt. És te is csináltál tetoválás, papa, még az is. Ja, te is mutasd meg. A régi Budapest. Én ezekre nem emlékeztem. A régi Budapest. Én erre nem emlékeztem, hallod? Hallod, Szabi, nem emlékszett. Nem emlékeztem rá, hogy csináltam neki tetkót. Csináltál nekem tetoválást. Tudod, hogy akkor volt, amikor rendeltünk két kartost. Azt te csináltad. A Szabi csinálta, azt mondta, Patrik. Rossz. Így csinált. Patrik, én még sose tetováltam. De neked meg ugyanolyan van, csak más szám. Hát neked a 90. Mit van? Neked a 90. Ja, várjál. Húzd már fel, neked ugyanolyan van, mint az. Ez ugyan. Nekem most jutott eszembe. Én nem is láttam a tiédet. Timea! Halló! Egy szobában vagyunk. Na, essél rá. De én már kiválasztottam a szobát. I bet the others did the tricks for you. Told you anything you want them to. Went through your hoops just to cheer you for how to come to us. Élvezetes napok lesznek. Az erkély? Az erkélyre ki tudod rakni. Az a jó, hogy ketten diétázunk. Ő meg én. És a többieket nem akarom közben sokkolni. Igen, kirakod a csirkédet, hát kapirgál neked reggelre valamit. Jó. Szépen beszélj, mert vesznek minket. Szóval megérkeztünk ide Székely-Szentkirályra, a srácok már bent vannak. Idefele úton volt néhány feladat, amit meg kellett csinálniuk. Be is mutatták szerencsére, úgyhogy a sorrend ki is alakult. Az első napi feladatok a Szabijék nyerték meg. Bence és Rebeka a sastojás nevet kapták. Szabi és Dominik a fogatlan vámpír, és a legfrissebb párosunk Farkas Timi és Patrik pedig az életlen bicska nevet kapták. Úgyhogy ezek jót röhögtek rajtuk, fogalmuk nem volt reggel, hogy ez mit jelent. Nagyon fontos, a mai nap, ugye mondtam nektek, az első feladatot egyébként Szabi egy nagyon ügyes csellel nyerték meg mai napon, ezért holnap nekik az a kiváltságuk, hogy a holnapi versenyen ők dönthetik el, hogy a másik párosból ki az, aki versenyezzen ellenük. Úgyhogy nézzük meg, hogy holnap erre majd hogy reagálnak a többiek. Na! Gyerekek, megérkeztetek szépen egybe! Milyen volt az út? Hosszú és fájdalmas. Jó volt, nem is vezettél. Micsoda, jó volt az elem? A zene az jó volt nálunk. Megöltétek a sofőrt vele? Az biztos. Na jó van, örültem, hogy mindannyian ide értetek, és ahogy reggel megküldtem az SMS-t, ez egy verseny.
10 nap, 10 kihívás, és amire a kihívás zajlik, az nem más, mint a Megder medve kupa. Szépen írom. Ezt lehet majd megnyerni, ezt én egyébként ide ki is helyezem. Amit fúrsz felbe. Törve mutogatom rá. Mutogat, nem áll minimalista, meg izé, rajta van a medve, meg minden. Többet nem nézed? Pont tényleg az nem nézed. Tehát, hogy ezért fogtam küldeni. Én is meg. Mutasd, mutasd, így mutasd. Felde. Figyeljetek, az aranymedve vért ebből is szállt. Lehet inni belőle, hogy érsz. Na, gyerünk szépen ide, visszatolvasszunk. Szóval, forgatókönyv úgy fog kinézni, hogy minden nap kapni fogtok feladatokat, egymás között pontverseny van, ugye a csapatneveket már kiosztottuk, csapatnév. Életlen bicska. Csapatnév. Találó amúgy. Sasfióka. Fogatlan vámpír. Ez. Sastojás. Sastojás, tényleg sastojások vagytok. Nos, a mai verseny, hát ahogy hallottam, egy kisebb érdekes csellel a fogatlan vámpír csapat nyerte, aminek gratulálunk neki. Ezt szeretném mondani, hogy a hol, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a holnapi versenynél ti dönthetitek el, hogy az ellenfél párosából ki legyen ellenetek. Jó, ez nagyon fontos. Ez nem rossz. Na, az egész végül végig pontverseny lesz egymás között, és várjatok. És én még egy ilyen extra jogosultságot adnék a mai nyertes csapatnak. Zoknik? Mindegyik csapatnak lesz egy ilyen kis csapatszín, és ti dönthetitek, hogy melyik a tiétek, és melyik szín kié lesz. És ez vagy csuklón, vagy a hajban, vagy bármi csinálsz mondani, jó? Úgyhogy osszátok ki, légy szíves. Na, rózsaszín. Igen, magatok. De nem mi válasz. Magatoknak és a többieknek is, igen. Oké, akkor ti rózsaszín szeretnétek? Akkor a zöldet megkapjátok. De akkor a másikat is adod, mert a másik te minek. De nem ártom. De miért nem a rózsaszín? Azért, mert a miénk lesz a rózsaszín. Én nem vettem fekete. És akkor a fekete. No. Ha nem mondod ki, nektek adom. De ki jó, jó van egyébként. Na figyeljetek, holnapi program. Aktunk. Az nagyon sok. Figyeljetek, holnapi program. Ugye itt vagyunk most Székely-Szentkirályon, és Székely-Szentkirály egyébként a csipkeverésről híres. Bárkinek fogalma, csipkeverés. Csipkeverés mit jelent? Micskeverés. Nem. Csipkeverés. Holnap meg fogjátok tanulni, hogy hogy működik a csipkeverés, és annyit mondok, hogy holnap úgy öltözetek föl, hogy lehet, hogy koszosak lesztek egy kicsit, és találkozni fogtok néhány állattal is, jó? Úgyhogy holnap reggel 8 órakor itt a reggelinél mindenki olyan szedbe érkezzen meg. Úgyhogy elindult a verseny, vegyétek komolyan, lehet egymást szivatni. Úgyhogy megdermedve díj. Hát elég nagy hivatás. 10 nap múlva átadásra kerül. Egészségetekre. Illetve hát üdvözöljük Patrikot a... Ja, elnézést, igen. Patrik. Üdv a Rodapestben, meg fogod bármi. Mondok fár keresetlen szót, Dominik meg letolmácsolja nekem. Magyarul mondom, és ő Székelyre. Jó, majd átfogja. Megpróbálom. Sziasztok. Szia. Oszt. Kend. Nagyon örülök, hogy eljöttetek. Mink örülünk néktek itt. Hogy elfogadtátok a meghívásomat. Fogadás el meghívás. És ez remélem, hogy jól fogjuk érezni magunkat. Azt érezzük minket magunk nagyon jól. Ennyi, köszönöm szépen.